Hogy álljunk hozzá, amikor már egy diagnózist kapunk? Nehéz. Azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon nehéz. Amíg a diagnosztika területén dolgoztam is, ugye ott minden egyes vizsgálattal, új diagnózissal szembesültünk, és ugye ott nem lehetett elmondani, mert nem a mi kompetenciánk. Jó, ezt most is gyakorlatilag így gondolom, hogy ez nem természetgyógyászati kompetencia a diagnózist felállítani és szembesíteni. Egyfajta hidat képezni az akadémikus és a természetgyógyászat között, olyan még a hideg is kirázott. Szerintem ez egy nagyon szép feladat lenne, és gyakorlatilag, amikor igen, megkapom ezeket a leleteket, és megkérdeznek, vagy megkérnek, hogy magyarázzam el. Ez sokszor van, hála a jó égnek, hogy tudok segíteni, hogy picit lefordítom azt az ijesztő diagnózist a hétköznapi életre, és valahogy teljes embert kell, teljes szituációt kell nézni, és annyira sajnálom, hogy már elcsépelték azt a szót, hogy holisztikus. De hogy tényleg test, lélek, szellem szinten kell. Ez, mindig is ez hiányzott az egészségügyi részemből, hogy tök jó cuccok vannak, tök jó gyógyszerek vannak, tök jó terápiák vannak, műtéttechnikák, készülékek, minden, de valami mégis úgy hiányzott belőle, nem éreztem teljesnek. És az a pár évtized, meg a most szerzett és tanulási folyamat, majd az élet végéig tart, ezek úgy segítenek összeilleszteni a darabkákat, és valahogy a kommunikációt megvilágítani, hogy igen, valójában mit jelent ez a diagnózis, és aztán egyénenként változik, hogy ki hogy fogja ezt feldolgozni. A végső feladat az mindig azé, aki megkapta azt a diagnózist, hogy az miért alakult ki, hogy alakult ki, abban neki munkája volt, hogy az a dolog az kialakulhasson. És a kedvenc, nagy kedvenc területem az ugye a prevenció, és ez az egész étrendkiegészítő gyártás, hatóanyagok kombinációja, ez mind arról szól. Arról kellene, hogy szóljon, hogy az emberek azt vegyék észre, hogy prevenció, hogy a megelőzés az sokkal fontosabb. Ugye a párom szokta mondani, hogy nem akkor kell nekiállni mellékhelységet ásni, amikor már megtörtént a baj, egy kicsikét ilyen tolerálhatóbb stílusba, de tényleg erről szól az élet, hogy meg kell tanulni saját magunkat értelmezni, és ahhoz, hogy ne kelljen mindenkinek egészségügyi tanfolyamokra járnia, iskolákba, ilyen irányú, nem mindenki képes erre. Tehát én, hogyha elkezdek egy mérnök embernek az emberi működésről beszélni, akkor a legtöbb az így azt mondja, hogy jaj, ne, hagyja, tisztelet a kivételnek, mert ilyet is érzek, ismerek, de közvetlen környezetemben van olyan, aki azt mondja, hogy nem akarok róla tudni, csak azt mond, hogy mit csinálja. És akkor ezekben az esetekben le kell fordítani, ami oda van írva, és valahogy egy olyan nézőpontból beállítani, hogy azt érezze, hogy feladat van.